A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ahogyan azt már megszokhatták, itt rendszeresen jelentkezünk kérdésekkel, válaszokkal, amit Székesfehérvár polgármesterének tehetnek fel. Ezúttal is Cserpalkovics András a vendégünk. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, előre is már a kérdéseket, és köszöntöm természetesen a televízió kedves nézőit is. Volt ugye azért egy kicsit pihenő időszak itt az elmúlt hetek, de azért azt láthatjuk, hogy a közélet, csak úgy, mint Székesfehérváron, számos dolog elindult újra, és fontos döntések születtek. Hogyha visszagondolunk itt az elmúlt napokra, ott is a rezsivel kapcsolatban hoztak meg döntéseket. Ezekről, hogyha tájékoztatnál közvéleményt, azt megköszönném. Ez is nagyon gyorsan szalad az idő, hiszen most kezdődött a nyár, és ehhez képest a mai nap, amikor most sétáltam ide már a királyi napokhoz kapcsolódó installációkat szerelték éppen a Sétár utcán és a belvárosban. Tehát közeledik a királyi napok, mint történelmi fesztiválunk is. És ezért az élet számos területén azt lehet érzékelni, hogy azért egyáltalán nem állt le az élet. Van, aminek tekintetben azt gondolom, joggal örülhetünk. Az egyik talán az energia és a gázbeszerzéseink alakulása. Talán annyira érdemes visszatekinteni a tavalyi év hasonló időszakához képest, hogy akkor pont arról beszélgettünk, hogy még ajánlatot sem kapnak az önkormányzatok, így Fehérvár sem, hogy az intézményeikhez szükséges áram és gázmennyiséget be tudják szerezni. Aztán egy idő után kaptunk, de brutális árakon az előtti évhez képest. Az idejében már egy kicsit korábban javult a helyzet, de azért nem volt az igazi. Ugye tudjuk, hogy nagyon komoly takarékossági intézkedéseket kellett hozni a téli időszak tekintetében. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki ebben közreműködött és együttműködő volt. És abszolút stabilan tudtuk tartani a város költségvetését, stabil volt a működés, és most pedig időben előrébb hoztuk egy kicsit a beszerzéseket, és ennek nyomán nem mutatnék senkit egy ilyen központosított keretrendszerű közbeszerzési eljáráson keresztül. Most már múlt időben mondhatom, hogy sikerült beszerezni a villamosáram és a gázmennyiséget is, valamennyi önkormányzati intézmény és épület tekintetében, és nem csak 2024-re, hanem mert viszonylag kedvező árakat tudtunk elérni, ezért 2025-re is tudunk szerződni. Verseny alakult ki, tehát mind az áram, mind a gáz tekintetében a pályázaton 5-5 cég tett ajánlatot. Az MVM nyerte végül is ezt a versenyt, úgyhogy az MVM fogja a villamosáramot és a gázt szállítani. Ugye a távhőről ma még nem tudunk nyilatkozni, mert ott szeptember közepe végén alakulnak ki a hőárak, illetve az állami támogatásoknak a mértékét is akkor ismerhetjük meg, de én ma úgy látom minden alapadat alapján, hogy a távhő is jelentősen vissza fog esni. De nem mutatnék konkrétan a számokat, hogyha valaki szeretné olvasni, akkor egyébként ezt közzétettük, mind az áram, mind a gáz, mind 24, mind 25 tekintetében. A lényeg az, hogy tudunk elérni megtakarításokat, és azt tudjuk jelenteni, hogy minden intézményünk és minden önkormányzathoz kötődő épület működése stabil lesz és biztonságos 24-ben és 25-ben is. És azt is ki tudjuk jelenteni, hogy nem várható sem a mostani térre, sem az következő térre érdemi korlátozás. Úgyhogy működni fognak az intézményeink, azok is, ahol esetleg korlátoznunk kellett ezen a téren, a jövő téren erre már nem kerül sor, úgyhogy a színház működni fog, könyvtárak, művelődési házak is sorolhatnánk, és gyakorlatilag ez egy olyan intézménytípus rendszer és struktúra, ami minden fehérvári családot közvetetten vagy közvetlenül érint, tehát mindenki fele szerintem ez nagyon pozitív és fontos üzenet, hogy számíthatnak a fehérvári intézményekre, az intézmények működőképessége és költségvetési helyzetünk is stabil és garantált. Ha már az intézményeknél tartunk, akkor szintén a napokban posztolt, de hogyha a vasútállomás fele közlekedik az ember, akkor láthatja, hogy a Kodály Suli épülete is most már szinte kész. És
talán abból is érdemes a két témát összekötni, hogy ugye energiakorszerűsítés is zajlik nagyon sok intézményünknél, ezt munkát folytatni fogjuk, ugyanúgy, mint a közvilágítás korszerűsítését, de szeretnénk az uszodáltat tekintetben üzemeltetési szempontból is korszerűsíteni, és hát kiemelt intézményeink vannak, ezen belül ugye az iskolák nyilván ebbe a csoportba tartoznak, és a Modern Városok program keretében mindegy 20 milliárd forint körül összeget kaptunk a magyar kormánytól, és például a Kodály iskolának a külső homlokzata újulhat meg. Korábban pedig Európai Uniós forrásból tudtunk ott egy tornatermet bővíteni, kórustermet kialakítani, tetőt cserélni, nyílászárókat tudunk cserélni. Tehát azt gondolom, hogy egy komplex felújítás. Ugyanúgy, mint mondjuk a Sziget általános iskolánál, ugye a Teleki gimnázium részeként működik már, de zajlik a tóparti felújítása, és azáltal, hogy a tóparti most át tud költözni a Bori iskolának az épületébe, ezáltal gyorsítani tudjuk a tóparti felújítását. És remélem nem kiabálom el, de talán már az augusztusi közgyűlés le fogja tudni zárni a Kodolányi Középiskola kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, hogy ott az IBLI épületet, ami nagyon régóta használaton kívül van, fel tudjuk újítani, illetve a Kodolányi Főépületét is fel tudjuk majd újítani, és a Vasvári tekintetében is szépen haladunk előre, úgyhogy én bízom benne, hogy még ebben az évben ott is ki fogjuk írni a közbeszerzési eljárást, és 2024-ben megkezdődik a Vasvári felújítása és bővítése is, számos más intézménnyel együtt, hiszen rengeteg helyen, mindegy 20 intézményünknél, óvoda, iskola, kulturális, szociális intézmény végzünk, különböző energiahatékonysági beruházásokat helyezünk el, napelemeket cserélünk, nyílászárót szigetelünk, homlokzatot vagy éppen tetőszerkezetet. Ez egyébként az üzemeltetésben is fontos eredmény és megtakarítás, és hát nyilván a munkakörülményekben is nagyon jelentős segítség, például a tanároknak, óvodában dolgozó szakembereknek, hiszen ilyen nem mindegy, hogy milyen körülmények között folyik a nevelő, tanító, oktató munka. Azt ugye említette, hogy akkor a tóparti gimnázium gyakorlatilag a Bori iskola épületébe költözik a felújítás alatt, akkor mondhatjuk azt, hogy ezt az épületet innentől kezdve tudják ilyen jellegű célokra is hasznosítani, azáltal, hogy az ott tanulók ugye átköltöztek a Vasvári általános iskolába együtt tartva az osztályokat. Igen. Az a célunk, hogy a bárhol egy intézmény épületében a funkciót változtatnunk kell, mert csökken a gyereklétszám, mert változik a város összetétele, külső városrészek jönnek létre, és mondjuk ott új bölcsödét építünk, mint például kinn a Harmatosföldnél, hiszen az is szeptemberben elkezdi már a működését. De ha felszabadul egy-egy épület, akkor azt ne mondjunk ki az intézményi struktúrából, ne bontsuk le, ne adjuk el, ne legyen ott valamilyen kereskedelmi üzlet, vagy épüljön oda valamilyen lakóház, hanem tartsuk meg, ahol lehet ezt az intézményi rendszeren belül, mert soha nem lehet tudni, hogy más intézménynél nincs-e szükség valamilyen épületre. Úgyhogy például a Bori iskola az tartósan helyet fog biztosítani azoknak az iskoláknak a számára, ahol olyan nagy mértékű a felújítás, hogy jobb azt nem bent lakással elvégezni, kiköltözik átmenetileg az iskola. Nyilván ez is jár kellemetlenségekkel, de gyorsabban zajlik a felújítás az anya intézménybe, és oda minél hamarabb vissza tud költözni, és adott esetben egy következő pedig újra igénybe tudja ezt venni. De másik hasonló példa a Szeder bölcsödének az épülete. Egyrészt nem zárhatjuk ki a jövőben bármikor, máskor mondjuk újra bölcsödeként fogjuk üzemelni, de addig is gondolkodunk, például a családokat segítő intézmény struktúránknak kellene egy jobb minőségű hely, lehet, hogy például azt ebben az épületben fogjuk tudni kialakítani. Ugye az is jellegzetesség ennek a műsornak, hogy kérdezhetnek a fehérváriak. E-mailen kérdezett tőlünk egy kedves televízió néző, aki a városunkhoz élő autista gyermekekkel kapcsolatban kérdezett. Ő egyébként nagymamaként érintett, 3 iskoláskorú fiú van, akik közül az egyik sajnos autizmus spektrum zavarral él, és úgy tudja, hogy a városban elég sok család küzd ezzel a problémával. Az iskola most biztosít számokra foglalkozást. A kérdés az, hogy milyen lehetőség lesz számukra akkor, hogyha az iskolából kikerülnek. Van olyan intézmény, aki felnőtteket fogad, de a fiatalabb korúak foglalkoztatási lehetőségéről nem nagyon tudnak, és hát ugye a jelenlegi helyzetben nem tudják, hogy mi lehet a megoldás, és erre szeretne bármiféle választ vagy segítséget kapni, hogy a város tud-e segíteni abban, hogy a fentebb említett korosztályt, vagy esetleg a fiatalabbakat is, akár napközis vagy bentlakásos foglalkozásban részt. Én azt gondolom, hogy a kérdező egy nagyon komplex és nagyon fontos kérdést tett föl, ami valóban, ahogy írja is, nem csak az ő családját érint, hanem sokakat, sőt azt tapasztaljuk, hogy egyre több családot.
és a tekintetben jó hírrel tudok szolgálni, hogy az óvoda és az iskola tekintetében folyamatosan tudunk bővíteni, egyébként közösen a tankerülettel. Ugye ezt megtettük például a vízivárosi iskola esetében az elmúlt években, most ugye az Ibli óvoda épülete kerül át a tankerülethez, és ott autizmussal élő gyermekekhez kapcsolódó nevelő munkában tudnak férőhelyet bővíteni ezáltal, és nyilván egy megfelelő szakmai tartalommal nekik nevelő munkát ellátni. Tehát én úgy érzem, hogy az óvodák, iskolák tekintetében szerencsére tudtunk előrelépni, mint szakmai, mint férőhely tekintetében. Nagyobb kérdés jelenleg a felnőtteknek a kérdése, ami ugye a kérdés második részében került megfogalmazásra, ott még szerintem kell fejlődnünk. Ugye például a Szent Kristóf ház, hogyha jól tudom, akkor fogad felnőtteket. Ugye az Arany szakiskola az időben tovább tud nevelő-oktató munkát adni, illetve szakmai irányába próbálja segíteni az adott fiatalt. És azt is látjuk, hogy van néhány olyan munkáltató a városban, most nyilván nevet így most nem fog tudni mondani, hiszen nyilván különböző reklámra vonatkozó szabályoknak is eleget kell tennünk, de érdemes utána nézni, és engem közvetlenül megkeres akkor a kérdező, akkor e tekintetben is mondok neki jó példákat szívesen. Tehát vannak olyanok, akik például autizmussal élő felnőtteket keresnek és próbálnak munkát adni, illetve van egy állami szervezet is, amelyik ugyanezt megteszi, de itt szerintem még van dolgunk. Ugye léteznek már klubok a városban, tehát a szabadidő eltöltése tekintetében szerintem történt előrelépés, a gyerekek, diákok esetében szintén, ahol én is hiányt érzek még, hogy olyan bentlakásos vagy napközi ellátást biztosítani képes szolgáltatást, intézményt tudjuk valamilyen struktúrában működni. Ez most állami, egyházi, önkormányzati, ez ebből a szempontból szerintem másodlagos, de szerintem egy ilyen intézményre a városban és az agglomerációt is ideértve szükség van. Vannak kezdeményezések, civil kezdeményezések is, egyházi kezdeményezések is, ezt talán jól össze kell tudnunk hangolni, és akkor tudunk eredményt elérni. Azt egyértelművé szeretném tenni, hogy ebben elkötelezett a város, és hogy ezt megtette és segítette a gyerekek, a diákok vonatkozásában, így fog ez történni a felnőttek tekintetében is. Köszönöm szépen a választ, és menjünk tovább a székesfehérváriak kérdésével. Rábel Henriett, a kolléganőm a helyszínen járt, nézzük, hogy mikkel találkozott, milyen kérdések érkeztek hozzá. Itt lakom a fák után, úgyhogy jó. Én nekem jó, az biztos, hogy van olyan, akinek nem. Én meg vagyok elégedve. Nagyon jó a környék. Kínek programok. Kevés az ember, sajnos. Polgármester meg nagyon jó. Nem ismerem személyesen, de nagyon jó, szerintem. Az Ikarus felé, ami megy út, most nem tudom hirtelen a nevét, hogy ott készül-e valamikor, vagy terve van-e valamikor kerékpárút, vagy gyalogosút. Ezt szeretném kérdezni. Nagyon sok olyan hely van, ahol ami megszűnt itt Fehérváron, például szórakozó helyek nincsenek. Nem lehet beülni, nincs élőzene, ami a fiataloknak nagyon hiányzik. Koncertek azok vannak, sűrűn, elég sűrűn így nyári időszakban, viszont ezek a beülős, élő, hogy mondjam, ezek a rendes, hogy fejezzem ki magam, ez rendes gitár például, hegedű, aromazene. Ami megszűnt itt Fehérváron, és ez nagyon hiányzik. De amúgy rendben van minden. Polgármester urat nagyon szeretjük. Gárdonyban van nyaralunk, és mindig ide be szoktunk jönni, sétálni. Kellemes, szép kis hely. Kedvenc, úgyhogy mindig bevonatozunk, mint ahogy most is. Az lenne a kérdésem a mélyen tisztelt polgármester úrhoz, hogy miért nem épül több akvapark Székesfehérvár területén? Igazából nekem az egész szép. Szeretem ezt az utcát, kényelmes, kis nyugodt, úgyhogy jó. Nagyon gyönyörű szerintünk.
Igen, nem tudom. Hát a Borivárban voltunk, most onnan jöttünk vissza így ez a megnézni a Városszentet. Szerintünk nagyon szép, tehát most így csak így össze-vissza csatangolunk. Nagyon muris, és élvezzük. Nagyon tetszik, mi ide látogattunk nyáron, egyébként Gárdonyban vagyunk, és onnan átjöttünk egy napot megnézni Fehérvár belvárosát. Utána pedig majd egy gokártozás lesz a gyerekeknek, tehát a program is megvan. Na ez volt hát az első csokor. Sokrétűek a kérdések, azt most is megállapíthatjuk. Köszönöm szépen, amik a város pozitív elemeit emelték ki, illetve hogy többen jelezték, hogy szeretnek ide bejönni, vagy itt élni, vagy ide látogatni akár rendszeresen, és ezt mindig jó hallani. Nyilván szerintünk is ez egy élhető és nagyon-nagyon szép, szerethető város, de hát ugye kicsit elfogultak vagyunk, hiszen nyilván ez a városhoz kötődünk. Jó ezt az ott esetben vendégektől is hallani. A Vásárhelyi útra vonatkozott az egyik kérdés, ugye készült egy komplex terv, ami az útfelújítás melletti járdához, kerékpársáv kialakításához is kötődő elemeket tartalmazott. Aztán jött a pandémia, és nyilván az ebből fakadó pénzügyi nehézségek, úgyhogy akkor mi egy egyszerűsített tervet, és annak csak az első ütemét valósítottuk meg. Tehát szeretnénk ezt folytatni, leginkább az útburkolat tekintetében, aztán majd meglátjuk, hogy lesz egyéb bővítési lehetőség, és nem szabad elfelejteni, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút ugye átszeli Fehérvárt, és az ezen a környéken is nyomvonalat tartalmaz, úgyhogy bízom benne, hogy ezt meg fogja oldani. Illetve ugye a Csikvári út felől pedig már végig autó út melletti kerékpár sávon lehet egyébként biztonságosan közlekedni. Az a célunk, hogy folyamatosan a kerékpáros közlekedésnek az infrastruktúráját is javítsuk. Hamarosan elindul a két fedett kerékpártárolónak az építése, az egyik a vasútállomásnál. És az a tapasztalat, hogy ha növeljük ezt az infrastruktúrát, akkor egyre többen használják is, tehát kerékpároznak, és most már nem csak hétvégén, hanem hétköznap is munkába járáshoz, vagy adott esetben iskolába történő közlekedéshez, ami pedig tehermentesíti az autós útvonalakat, tehát szerintem mindenki jól tud ezzel járni, úgyhogy fontos, hogy ezt folytatni tudjuk. A zenés szórakozó helyek tekintetében ugye az önkormányzat ilyet nem működtet, de amit a hölgy felvetett, azt mások is felvetették már nekem is. Úgyhogy itt is mondom a vendéglátósoknak, hogy szerintem érdemes lenne ezzel gondolkodni. Ugye vannak olyan utcazenészek, akik szerintem jó hangulatot tudnak teremteni, és igaza van a hölgynek, hogy ez adott esetben egy-egy szórakozó helyen is meg tudna jelenni, és az is fontos lenne szerintem, hogy fiataloknak adjunk lehetőséget, tehát akár a zeneiskolába, vagy a Gorziumba járó gyerekek, azok, akik fiatalok, hogy Kodolányiba járó gyerekek, azok kapjanak fellépési lehetőséget. Egyébként most a Jazz Fesztiválon is történik ilyen, a Fezenen is volt ilyen kis színpad, úgyhogy ebben biztos, hogy lehet előre lépni. Kedves vendéglátósok, itt egy piaci rés van, amit a hölgy mondott, szerintem is jogos, hogy érdemes ezt figyelemmel kísérni. A fiatalok azt kérdezték, hogy az akvapark. Az akvaparkról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon drága a létesítése, megépítése, de még drágább az üzemeltetése. Nem véletlenül az elmúlt évek bizony nagyon sok ilyen park került nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe az ország különböző pontjain. Én is úgy érzem, hogy talán a jövőben lehetne ez egy kívánatos fejlesztési cél, talán igény is lenne rá, de azért nem lenne könnyű fenntartani. Szálloda nélkül pedig szerintem nincs is értelme. Tehát ezt kombinálni kell egy szálloda építéssel, és ez alapvetően a magánszektor által vállalkozói alapon megépíthető létesítmény. Mi amire tudtunk vállalkozni, hogy a strandot ugye pár évvel ezelőtt saját forrásból megújítottuk, és szándékunkban áll ezt bővíteni, ott van is erre megfelelő hely. Erre volt is korábban terve. És szeretnénk is ezt még pár látványelemmel is bővíteni. Egyébként szerintem nagyon szép, jó helyen van, és hát talán azt is tegyük hozzá, hogy azért a Velencei tó egy kicsit a mi tavunk is, és ott azért van elérhető wellness szálloda is, és hát azért a Balaton sincs túl nagy távolságra. Tehát ezeket össze kell tudni kombinálni, úgy, hogy közben az uszodát fel kellene újítani, közben ott a köfém uszoda, ami szintén kérdéseket szokott fölvetni, tehát ez egy komplex ügy, de egy fiatalnak szerintem joggal felvethető kérdés ez, hiszen ők pedig keresik a jó minőségi szórakozási lehetőséget, de azért hozzáteszik, hogy általában megfizethető áron, és bizony, hogyha valaki ezeket az akvaparkokat megnézi, és mondjuk családdal látogat el oda mondjuk ezen a nyáron, akkor azért azt tapasztalja, hogy nem lehetne minden héten mindig kimenni,
vagy ezt legalábbis elég kevesen engedhetnék meg maguknak, tehát ez azért szintén e tekintetben nem sem egyszerű, viszont a strandon én úgy látom, és azt is látjuk az adatokból, hogy szerencsére nagyon sokan vannak, és hogyha tudnánk ott egy kicsit a szolgáltatást még növelni, akkor ez előrelépést jelentene, és nem titok, hogy az uszoda felújításon belül pedig egy új sauna terület kerülne kialakításra, egy kis mini wellness az uszoda területén. Erre a hely szintén rendelkezésre áll, úgyhogy bízom benne, hogy a következő években ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Az mondjuk jó visszajelzés, nem, hogy sokan járnak ide, hiszen a több megszólaló ugye... Igen, többen is említették, sőt olyan is volt, aki azt mondta, hogy rendszeresen minden igen. nyáron visszajön Fehérvárra, és amikor engem megállítanak az utcán is, azt szokták kiemelni, hogy milyen szép, milyen tiszta, milyen virágos, rendezett, ami elsősorban nyilván azoknak az embereknek az érdeme, akik a mindennapokban ezt a munkát a városban ellátják. Szoktam is ilyenkor mindig mondjuk a városgondnokság vezetőinek jelezni, hogy megint kaptak ők elsősorban egy dicséretet, őket illeti, úgyhogy itt is most szerintem nagy nyilvánosság előtt álljunk elő ezzel, és köszönjük meg nekik a munkát azzal, hogy bizony ez a tavasz és ez a nyár eddig nagyon komoly kihívást jelent, hiszen még most is folyamatosan esik az eső. Egyik oldalon ez jó, mert augusztus van, és mégis gyönyörű zöld még minden. A másik oldalon még ugyanúgy kell füvet nyírni, mint máskor, már júniusban se kellett, most meg augusztus elején is még kell, és könnyű belátni, hogy otthon is kell hetente, másfél hetente, ezt a közterületen egyszerűen nem lehet. Úgyhogy itt egy pici türelmet, megértést kérek, viszont talán egy dologról érdemes beszélnünk, sok kérdést szoktam kapni a Rózsaliget tekintetében. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Rózsaliget a Rózsaliget marad, viszont a Városgondnokság most egy Rózsaligetre vonatkozó felújítási tervet készít. Én bízom benne, hogy talán augusztus-szeptemberben ezt be tudjuk mutatni. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi forrás szeptember végén biztosítani fogjuk, és a Rózsaliget meg fog újulni, és ugyanúgy remélem a régi szép pompáját vissza fogja kapni és szerezni. Köszönöm szépen a válaszokat, és menjünk tovább, hiszen, ahogy említettem, több csokorra való kérdéssel készült Rába Henrietta, úgyhogy jöjjön, hogy még mire voltak kíváncsiak a fehérváriak, illetve az ide látogatók. Forgalmas. Igen, rendkívül forgalmas, kicsit olyan érzésem van, mintha Fehérvár kinőtte volna magát. Picit ez. Már voltunk itt, és szívesen visszajövünk egyébként, mert nagyon szép, ezt az utcát különösen szeretem, de most egy könyvtáros rendezvényre jöttünk. És első alkalommal is könyvtáros rendezvényen voltunk itt. És a polgármester is nagyon szívesen lát minket, mert a Városházán lesz a következő két napon a rendezvény. Most itt nagyon meglepődtem, hogy milyen kőtenger lett itt a Velence szálló előtt. Hát azért valami zölddel, vagy majd megnőnek, vagy nem tudom. Nekem ez itt nagyon kő, amikor azt mondjuk, hogy ha már itt az egész főutcát lekövezték, akkor itt legalább lehetett volna egy kis zöldet. Már ott az Icsiliget, lehet, hogy arra gondoltak, hogy akkor nem tudom. Panellakásban lakom, úgyhogy a parkoló, ami kevés, abból lehetne egy kicsit több. Sok program van, lesz jazzfesztivál, csak egy vidéki embernek autó nélkül nehéz hazamenni. Ez a gond, hogy jó lenne, olyan közlekedés lenne, de hát ez nem csak a polgármester gondja, hanem a többi településé is, gondolom. Én annyit vettem észre, hogy vannak ilyen 2022-es programok, és még mindig ott van, hogy azokat szerintem le lehet venni, és újakat helyette. Én szeretnék eljönni, hogyha lenne ez a 20-ai felvonulás, az nekem nagyon tetszett. A tűzijáték meg legyen a szegényeké, vagy a nem kötelező, úgyhogy anélkül meg lesz az ünnep. Közlekedése az egy kicsit katasztrofális, iszonyú nagy dugók vannak minden irányból, de úgy egyébként szeretjük Fehérvárat. Mivel annó képviselőtársam volt a parlamentben, ezért azt kérdezném tőle, hogy hogy van. És gratulálok a városhoz, mert szép. Nagyon örülök, hogy ennyire fejlődik Székesfehérvár, a városunk, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve, és mindig nézem a fórumot, a polgármesternek a fórumát, úgyhogy csak elégedettséget tudok mondani.
Hát ezek is sokrétű kérdések voltak, és vélemények, észrevételek. Igen, itt is voltak olyanok, akik máshonnan érkeztek, és a könyvtárosokkal magam is találkoztam, egy nagyon kedves kis közösség. A helytörténettel foglalkozó könyvtárosok országos találkozója van most Fehérváron. Érdekes volt velük beszélgetni, és nekik és mindenkinek szól, hogy szerencsére a következő hetek is tele lesznek programmal, és érdemes lesz ősszel is visszajönni. Nem csak a királyi napokra gondolok, hanem ugye a Szent István Király Múzeumban szebbnél szebb kiállítások fognak nyílni. Ugye augusztus 15-én a Hadtörténeti Múzeum egy közös kiállítás első lépése történik meg. Láttunk már tárgyakat, tényleg fantasztikus dolgok érkeznek Fehérvárra. Szeptember közepétől ugye Munkácsinak lesz egy közel 80 festményét bemutató kiállítás, és hát van még néhány tervünk, amiről hamarosan majd a múzeumban közösen be fogunk számolni. Tehát érdemes lesz ősszel és az adventre is visszajönni majd. A közlekedésre vonatkozott sok kérdés, igen, azt gondolom, hogy ezek jogos felvetések. Ugye magunk közlekedünk, tehát mi nekünk van családban a második autónk, a harmadik autónk, és közben az utak nem lesznek nagyobbak, nem lesznek szélesebbek, bár új gyűjtőutak létrejönnek, hiszen dél összekötő utat alig pár héttel ezelőtt adtuk át. Meg annak már érezhető is a hatása? Szerintem érezhető is. A Bakony utca fele szeretnénk ezt folytatni, az legalább ennyire fontos lenne, hogy ott Európai Uniós forrásból fogjuk tudni ezt megvalósítani. És talán beszélhetek arról, most még csak reményként, tehát még kérem, ne ígéretnek vegye senki, de reményként már beszélhetünk, hogy úgy néz ki, hogy kapunk egy kis plusz forrást majd, hogyha egyszer megjönnek az EU-s pénzek, remélem azért megjönnek, és ebbe a forrásba tudunk 4-5 számú utakat, amik a város területén belül vannak felújítani, úgyhogy lehet, hogy az Úrhidai út fehérvári szakaszára lesz forrás, ezt sokszor szokták megkérdezni tőlem, nem csak fehérváriak, hanem azok, akik ezt az utat használják. De legalább ennyire fontos, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni tudjuk, a kerékpáros közlekedést, ugye a Lime-mal együtt a közösségi roller jól működik, ez most remélem hamarosan ki fog a kerékpárral is egészülni, tehát kicsit a közlekedési kultúrákat és gondolkodásunkat is át kell alakítani, mert ha egyre több autó lesz, akkor az egyre nagyobb forgalmat fog jelenteni, és amit az úr kérdezett, az pedig a másik probléma, az a parkolás. Elsősorban a sűrű lakott városrészekben szerintem nem nehéz belátni, hogy amikor a palotaváros épült, víziváros épült, tóváros épült, akkor közel sem erre az autóforgalomra számítottak, sem a garázsok kialakításánál, sem a közterületi parkolók elhelyezésénél. Minden ilyen felvetésnél azt szoktuk kérni, hogyha nyitott szemmel járunk egy adott területen, ahol élünk, ott látunk egy területet, ahol valami barna mezős beruházásként, valami rómos épületbontásával lehetne elérni, hogy zöld területet tudjunk növelni, és mellette parkolót tudjunk kialakítani, akkor kapjuk meg ezeket a jelzéseket, minden egyes ilyen területet meg fogunk vizsgálni. Egyébként a Sörháztéren ideiglenes parkolóként egy viszonylag nagy parkolót fogunk tudni megnyitni a jövő év elején. Ennek a terveit most fejezi be a Városgondnokság, és szintén szeptemberben fogunk tudni dönteni arról, hogy ezt a pár 10 millió forintot a területre közvilágítás, kamerarendszer el tudjuk helyezni. Szeretnénk ingyenes parkolóként megnyitni ezt a gyűjtőparkolót, és ezáltal egy kicsit a környék parkolási rendjét is átalakítani. Igen, mert a Malom utcában azért néha szomlózni kell. Az már két oldalon is autóforgalom van, ezt a parkolóautók formájában ez sem feltétlenül szerencsés, de igen, szerintem az egyik legnagyobb kihívás a város életében a közlekedés, de ez rajtunk is múlik, hogy biztos, hogy mindig mindenhova autóval kell mennünk, ez Cserpalkovics András magánszeméről is szól, és talán a jó kezdeményezések azok látszik, hogy azért hoznak eredményt, kerékpáros úthálózat fejlesztése, diákbérlet kedvezményes rendszere, ahol azért nagyon-nagyon sokan veszik, most már több mint 12 000-en veszik meg havi szinten a diákbérletet, szerintem egy részük ezt használja is. Szeretnénk összekombinálni az országbérlet, vármegyebérlet és a helyi bérletet, de úgy, nekünk ez volt az állam irányában a javaslatunk, hogy a helyközi buszokra hagy legyen érvényes a helyi bérlet, tehát ez oda-vissza működjön, mert szerintem a fehérváriaknak valójában ez jelenthetne egy szolgáltatás növelést. Tehát itt van lehetőség, sőt, szerintem kényszer is, tehát ha nem szeretnénk belefulladni a saját autóinkba, akkor ezt az egész közlekedési struktúrát kell átgondolni, főleg azokkal a csomópontokkal, ahol valóban a napközbeni, akár a reggeli, akár a délutáni csúcsforgalomban van nehézség, de azért azt is tegyük hozzá, hogy most, hogy nincs iskola,
mondjuk június közepén. Sokkal könnyebben eljutunk. Abban a pillanatban, nem volt iskola, már könnyebb volt. És nem azért, mert június 17-én tömegek mentek volna el mondjuk szabadságra, mert ma jellemző, akkor azért kevésbé volt még jellemző, hanem egyszer azért, mert reggel nem visszük a gyereket keresztül kasul az iskolába, magamról is beszélek, és az én családomról is. Tehát valamit valamiért, hogyha nincsen általános iskolában kötelező iskola választás, hanem mindenki szabadon választja meg, hogy hova viszi a gyermekét, akkor az bizony a másik oldalon közlekedési nehézsége jár. Ha kiköltözünk fehérváriként az agglomeráció kis településeire, egyébként mindent Fehérváron csinálunk. És Fehérvárinak is érezzük magunkat. Akkor Fehérvárinak is érezzük magunkat, akkor bizony reggel be fogunk állni annak a sornak a végére, és ugyanúgy délután pedig így jutunk, nehezebben jutunk ki a városba. Tehát ezek komplex kérdések, valamit valamiért. De igenis azért lehet előrelépni. Déli összekötő út szerintem egy nagyon fontos, hiszen évtizedek óta nem épült új út. Most azért a Móri út felújításával azt hiszem, hogy szintén tudunk előrelépni, és szeretnék ezt még egyszer mondtam Bakony utca irányába folytatni. Az Öreghegyen vannak felújítási tervek, ugye például a Krasznai fog nem olyan soká elindulni. Azt gondolom, ezek is fontos beavatkozások, és a közösségi közlekedés, hálózat és menetrend bővítés. Hamarosan ezzel újra a fehérváriak elé fogunk lépni, és remélem, hogy hamarosan a bővítéshez szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre fognak állni. Említett a beszélgetésünk elején is, hogy ugye hamarosan kezdődnek a székesfehérvári királyi napok, augusztus 13-án gyakorlatilag 19 órakor megnyílik az Osztérium, lesz egy hivatalos megnyitó, és onnantól program kavalkád. Erről, hogyha egy kicsit, bár ugye hamarosan lesz egy nagyszabású sajtótájékoztató, de hogyha egy kicsit bővebb részleteket elárulna a fehérváriaknak. Szerintem a fehérvári lét egyik legszebb másfél hete mindig a királyi napok rendezvénysorozat. Egyrészt, mert a MÁ-ban jól érezzük magunkat egy szép városban, ennek szép helyszínein, legyen az a belváros, legyen az a Bartók tér, legyen az a Zicsi-liget előtti terület, legyen az adott esetben a Borivár. De azért is fontos, mert egy kicsit a történelmünk is megelevenedik ebben az időszakban, ez mégiscsak egy koronázó város, egy királyi város, ősi történelmi fővárosa Magyarországnak, úgyhogy szép másfél hét lesz hagyományos programokkal, és amit megszoktak, megszerettek az emberek, új programokkal is érdemes megnézni a rendezvényeket, ezek zöme ingyenesen látogatható, ami szerintem szintén nagyon szép, ahogy előbb mondtam, egy új tárlattal maga a múzeum is, azt hiszem, hogy egy nagyon szép és különleges dologgal készül, rengetegféle program lesz, szerintem szabadon lehet választani, és szeretném a hölgyet megnyugtatni, hogy lesz augusztus 20-án történelmi felvonulás, az óriás bábok felvonulás, ami kuriózum Magyarországon, hiszen ilyen főleg számban ezek az óriás bábok csak Székesfehérváron láthatók, és arról pedig, hogy nem lesz tűzijáték, évekkel ezelőtt a fehérváriak döntöttek. Szerintem egy gyönyörű belváros, gyönyörű helyszínt mutat, és tehát a hölgy ugye mondta, hogy túl sok kő van az Zicsi-liget előtt, illetve a Magyar Király szálloda előtt. Hát ugye ott korábban úttest volt, ahol autók közlekedtek. Tehát ahhoz képest azt hiszem, hogy már most is sokkal szebb, és egyébként zöldebb, hiszen a fák meg fognak nőni. Hogy ez mennyire így van, azt a főtérrel lehet látni, hiszen a városház előtt gyönyörűek most már lombozatukat tekintve is a fák. Nyilván időt kell nekik adni. De azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép környezet, gyönyörű programok, rengeteg ember dolgozik, akár az intézményeinkben, akár szakemberek, akár önkéntesekre is gondolhatunk, köszönjük meg nekik, és a legjobb köszönet, ha eljövünk és részt veszünk a programokon, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőiknek pedig köszönöm a figyelmet, adásunkat visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján, olvashatnak is majd erről a témáról bővebben az fmc.hu-n és a Fehérvár heti lapban is. Köszönöm, hogy itt voltak ezzel a beszélgetéssel, legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.